Sejevi Dániel vagy Dani? Dani. Festő és grafikus a vendégünk, akinek a művészetét az ökoszisztéma ihleti, ugye? Ez mit jelent, hogy az ökoszisztéma ihleti a művészetedet? Hát igazából nem áll mögötted volna egy misztikum. Gyerekkoromban sok időt töltöttem a levegőn, szerettem szabadban lenni, és igazából ez a fő mozgatórugója. Tehát a természet. A természet. Belegondolunk, mindennek az ökoszisztéma áll a háttérében, tehát végül is minden művészetet az inspirál, de te kifejezetten állatos, növényes. Hát, állat és növényvilág. Mindig is lenyűgöztek ezek a természetben felelhető ilyen természetes textúrák, mint amilyen a fakérek például, vagy egy-egy virág levelének az erezete. És itt is egy gyönyörű szép, ez a bazsarózsa például. Okay. És ez honnan indult neked? Mert úgy tudom, hogy nem, alapvetően nem ez volt a te szakképesítésed, csak nem, elkezdted autodidakta módon. Én gyerekkoromban elég sok időt töltöttem rajzolással, viszont ez utána évekre feledésbe merült, és végül érettségi után döntöttem el, hogy elkezdek egy grafikus képzést. Egyébként a középiskola sem erről szólt, de itt szép lassan összeállt a kép, mert pont egy környezetvédelmi szakközépsuliba jártam, aztán pedig jött maga a rajzolás és a grafika, és így végül összeállt a kép. És akkor ez most már teljes mértékben a teljes életedet kitölti, ez a főállásod? Hát körülbelül egy éve üzem ezt hivatásszerűen, de egy 4-5 évig ez inkább egyfajta elvonulásnak volt kezdetben a mellékterméke. Elég sok időt töltöttem egyedül, és egyszerűen csak jól esett otthon festegetni. Aztán egy a sulis évek után itt szép lassan kialakult, hogy elkezdtem megrendelésre dolgozni, és egy éve így főállásszerűen ebben dolgozok. Ez nagyon klassz. Igen, az a legjobb dolog. A Róka jó barátod? A Róka mindig is jó barátom volt, igen. Én azt a nagyon rossz poént készültem elsütni, hogy ez a legjobb esete annak, amikor valakinek lerókázod a falát. Tehát egy gyönyörű szép rókát festettél egy falra. Hát nem egyet, tehát azért nagyon sokszor jelenik meg a róka, úgy látom itt a munkáidban. Igen, a róka egy ilyen visszatérő szimbóluma. Egyébként nem tudom, hogy honnan jött. Egyszerűen csak közel áll hozzám. A vuk, gyerekkori lenyomata a vuk. Lehet egyébként, igen. Ez egy meghatározó és megfelelőképpen nyomasztó emlék, nem? Tehát annyira szomorú az a vuk történet, hogy akármennyire cukin van megrajzolva, szerintem minden gyereknek összetöri egy kicsit a szívét. De pont ettől hagy szerintem ilyen maradandó nyomot az emberben, hogy van egy ilyen kettősség benne. Még ugye a te alkarodon is látom a tetkókat, és amikor a grafikáidat néztem, abszolút az ugrott be, hogy ezek ilyen jó kis ilyen tetkók, kompatibilis grafikák. Volt már ilyen felkérésed? Volt egy-kettő, sőt, még én is voltam tetováló szalomban gyakornok, viszont egy fél év után rájöttem, hogy ez nem az én utam, ugyanis bőrön egész más, hogy tudnak érvényesülni a grafikák, mint papíron. Tehát valami lehet, hogy jól néz ki így bekeretezett formátumban, viszont ott számításba kell venni például a testnek az áramvonalait. Tehát előfordult, hogy például valakire felraktam egy ilyen mintát, megtaláltam a helyét, viszont amint elmozdult az illető, azért valamennyire eltorzult nyilván. Tehát ezt így nagyon végig gondoltam kell felrakni. Én egy fél évet töltöttem egy tetoválószalomban, de valahogy nem sikerült megtalálnom ebben a szakmában a helyemet, és végül maradt a helyett a grafika. És a grafikáiddal mi a célod, hogy minél több ember falán találják meg a helyüket, vagy használják? Elsősorban szeretnék nyilván fejlődni. Szeretnék minél inkább olyan festményeket kreálni. Ezeket egyébként fested? Tehát ezek festmények vagy grafikák? Hát végül is mind a kettőnek nevezhető. Hát a fő célom ilyenkor az, hogy valahogy megtaláljam az egyensúlyt. Tehát, hogy igazából minél kevesebb grafikai elem segítségével, hogy a szemünk valahogy kiegészítve ezt a pár pontot, így hirtelen rátaláljon mondjuk a főbb karakterjegyekre. És talán az a legfőbb célom, hogy a lehető legkevesebb tintafalttal és vonallal érjen mindezt a... Ez abszolút érződik a munkáidon, igen, hogy ez igen, a tényleg pár van. Egyébként? Leginkább tussal, tűfilcekkel. Egyébként a falfestés az így mostanában kezdett csak így beindulni. Ami inkább jellemzőbb, hogy vászonképekre vagy sima művészpapírokra festek.
És a másik, ami így célnak mondható, inkább az, hogy minél nagyobb méretben szeretnék gondolkozni. Leg... Tehát ilyen egész falakat betöltő mintákban gondolkozni, akár minél nagyobb vászonképekbe. Illetve a másik fő irány, ami érdekel, az a könyv és a vers illusztráció. Azt még egy gyönyörű dolognak tartom. Hát ezeket kívánjuk neked. Igen, akkor. Köszönöm igen. Szépen. Igen, hatalmas nagy rókákat mindenhová rajzolva, és tényleg ezeket az illusztrációkat. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Szépen.